Komikus helyzetekkel ismert humoros karakterek sorával tartított vígjáték Mark Dan Öt nő az esőben című darabja, melyet a Száguldó Orfeum Színház társulata mutatott be Sárospatakon, a Műveledes háza színpadán. Az, hogy ez a darab egy banki társalgóban játszódik, ez csak egy helyzet. Ez bárhol játszódhatna, egy bármilyen üzembe, egy bármilyen irodába, ahol hölgyek, nők vannak összezárva, és igazából még az amerikai áthallást sem kell ennyire komolyan venni, ez ugyanúgy lehet ma Magyarországon bármelyik településben, bármelyik nőkkel övezett közegben, úgyhogy igazából itt az érzelmek, az egymás iránti elkötelezettség, szeretet, segítségnyújtás, és ezek fognak dominálni. Ezt az öt nőt azon túl, hogy együtt dolgoznak, azon túl az köti össze, hogy a magánéletük bizonyos fázisában valamiféle válság lépett fel. Tehát találkozni fogunk olyannal, aki már elvált, olyannal, aki most fontolgatja, olyannal, aki keresi az igazit, olyannal, aki önhibáján kívül veszítette el a partnerét. Tehát öt különböző élethelyzet, öt különböző nő, és igazából, hogy hogyan tudnak segítséget nyújtani egy-egy öleléssel, egy jó szóval, egy gondolattal. Az elmúlt években nem került el a változás a színház világát sem. Megnövekedett az utazó társulatok száma, ami ugyan nem pótolja a film és televízió nyújtotta népszerűséget, de ugyanakkor a színész számára a nagyon fontos élő kapcsolatot jelenti a nézővel. A színészek, a művészek dolgozni szeretnének. Az az életük, hogyha színpadon vannak. És tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ez egy akármilyen szerény körülmények között működhessen. A város, a közönség, a faluban, mindenhol ugyanaz. Tehát a színész az nagyon-nagyon hálás a tapsért. És végül is a színház azt gondolom, hogy azért örök és megismételhetetlen, és nem fog soha megszűnni, mert egy élő kapcsolat van a közönség és a nézők között. Természetesen nem hozhat olyan népszerűséget, mint a Budapesten játszanának közszínházban a művészeink, de pontosan azért, mert egyre kevesebb a lehetőség, boldogok és örülnek neki. Michael, nyitunk!